Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség, jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében a Nemzeti Összetartozás Napjának tiszteletére rendezett megemlékezésünkön. Minden magyar család szívében ott van Trianon, hiszen minden magyar családnak köze van Trianonhoz. Igaz, ami mondás, ami nem pusztít el, az megerősít. Akit szeret az Úr, az kipróbálja. Mert a nemzeteknek is van lelkük, talán őrangyaluk is, feladatuk, küldetésük. A jövőben nem látunk, de tudjuk, hogy kihívások és új próbák, új feltételek között örökké lesznek nemzetünk előtt. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm vendégeinket, dr. Vinnai Győző urat, országgyűlési képviselőt, dr. Hosszú József urat, Tiszavasvári járási hivatal vezetőjét, Szőke Zoltán polgármester urat, Rádú Zsolt alpolgármester urat, Szabó Krisztián alpolgármester urat, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszonyt, Petruskáné dr. Legeza Tímea a jegyzőt, intézményünk megjelent tagjait és a képviselőtestület tagjait. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Kérem, hallgassák meg Süveges Bianca szavalatát, aki Babits Mihály Csonka Magyarország című versét adja elő. Bár lenne a hangom tiszta és éles, mint intűcsengő ki. A tiétek zavaros, mint mocsarak habjai. Ti leborultatok az ércbálvány előtt, döntsön az erőszak, és döntött az erőszak. Mi jogotok beszélni többé? Nekem van rá jogom. Ti elhánytátok a kiáltást, mint bolond a fegyverét. Nem kiálthattok már. Én elkiálthatom. Ó, igazság! Te egyetlen kiáltás, egyetlen fegyver, Jerikó trombitája szólj! Falak,
omoljatok hangjaitól. Gerincek borzadjatok Európában és Amerikában. Mert borzasztó az igazság a gerincekben. Mit érnek a mai épített falak körülöttem? Ott borzad az igazság a kövekben, ott ég a hegyekben, árad a vizekben. Ó, tiszta, édes trombita zeng! Ne hallgass sohase, egy napig se, egy óráig se, egy pillanatig se. Mint ahogy nem hallgat a fájás az idegben, míg megvan a betegség. Nem hallgat a vonzás a kőben, hogy természetes irányában essik. Nem hallgat a madár, míg fészkében nem ér. Nem hallgat a folyó, míg tengerben nem ér. Nem hallgat a szél, míg él. Nekem van rá jogom. Én elkiálthatom. Igazság. Ti eldobtátok ezt a szót, mint bolond a fegyverét, szegény testvéreim, és csak gyenge izmotok maradt, csak puszta kezetek mesztelen, mely bilincsekbe verve, ha üt, csak önmagát ütheti esztelen. Sem lázadni nem tud, sem meghajolni az ércbálvány előtt igazán. De hát az ércbálvány hazája lettél-e hazám? Van-e reményed abban a sötét utakban? Nem. Csak a napban, mely éget a kövön, és ragyog a patakban. Ti azt mondtátok, döntsön az erőszak, és hangotok zavart most, mint mocsarak habja. De én azt mondom, dönt majd az erős nap. Kitárom tiszta szavamat a napra. Ti eldobtátok a trombitát, de a trombita zeng tovább. Zeng. Nem a ti kezetekben, hanem a vízben, a hegyekben, Erdélyben, felvidéken, az égen és bennem. Én sosem mondtam, dönt majd az erőszak. Most mondhatom, nem, nem. Tisztelt emlékező közösség, kérem Szőke Zoltán polgármester urat, tartsa meg köszöntőjét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok, tisztelt emlékezők! 1920. június 4. Versailles, Nagy Trianon kastély. A győztes hatalmak diktáltak, kényszerítettek, megcsonkítottak, megnyomorítottak, ízekre téptek egy hazát, s országunkkal együtt lelkünket, az egész magyarság lelkét. Békeszerződés, mondták ők. De milyen béke az, ahol több az áldozat, mint a háborúban? Milyen béke az, ami milliók szenvedését hozza el? Milyen béke az, ami békétlenséget szül? Az ilyen béke nem béke, hanem bosszú. Bosszú az ártatlanokon, bosszú egy nemzeten. Bárhogy is akarták a győztes hatalmak, öntudatunkat, méltóságunkat nem tudták a földbe döngölni. Az évtizedek alatt próbálkoztak törvények sokaságával, rendőri és katonai erővel, de kiirtani az elszakadt területek magyarságából a magyar nemzet büszkeségét, a magyar összetartozás tudatát nem tudták. A magyarság 99 éve emlékezik. 99 éve őrzi büszkén magyarságát, múltját és hagyományait. A győztes hatalmak pedig 99 éve rettegnek ettől a nemzettől, ebben a nemzetben rejlő elemi erőtől. 99 keserű év. 99 évnyi küzdelem határon innen és határon túl.
Tisztelt emlékezők! Azt gondolom, hogy bármilyen furcsa is kimondani, ez a nap már 9 éve nem csak a keserűségé, az emlékezésé, hanem az ünneplésé is. 9 éve, 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem, 12 tartózkodó szavazat mellett az országgyűlés törvénybe iktatta, hogy június 4-e nemzeti emléknap, a nemzeti összetartozás napja legyen. Tisztelt ünneplők! Alaptörvényünk bizonyítéka annak, hogy felvállaljuk ezt az összetartozást, ezt a nemzeti kapcsot, ezt a mindent elsöprő testvériséget. Idézet az alaptörvényből. Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy együtt emlékezhetünk és együtt ünnepelhetünk. Kívánom, hogy adjon az Isten erőt, kitartást, akaratot, hogy nemzetünk, magyarságunk örökké és még azon túl is megmaradjon. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt közönség, felkérem dr. Gimrai Győző urat, országgyűlési képviselőt, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt megemlékezők, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves tiszavasvári lakosok! Nagy örömre szolgál, hogy végre itt Tiszavasváriban is együtt emlékezhetünk Trianonról, nemzetünk legnagyobb gyásznapjáról. Trianon egy olyan sok volt az akkori magyarság számára, amihez foghatót nem élt át még nemzet. Akkor is és most is felfoghatatlannak tűnik, hogy a 20. században a nagyhatalmak ilyen igazságtalan döntést hozhattak. Egy olyan nemzetállamot, gazdasági közösséget, kulturális egységet szakítottak szét, amely közel 1000 éve létezett változatlan formájban, bizonyítva ezzel életképességét. Felelőtlenül, érzéketlenül, embertelenül téptek szét emberi közösségeket, családokat, rokoni kötelékeket, gazdasági közösségeket, vasútvonalakat, utakat, folyókat, erdőket, hegyeket. Nem számított az észérv, nem számított a demográfia, nem számítottak a gazdasági megfontolások. Semmi sem számított. Vesztes állam voltunk, és a győztesek diktáltak. Nem lassú dekadencia, nem politikai vagy háborús balsigerek sorozata okozta végzetünket. Nem ez. A dicsőség zenitjéről zuhant alá egyszerre Magyarország. Minden átmenet nélkül a pusztulás borzalmaiba. A magyar embereket felkészületlenül érte Trianon. Nem ismertek ilyen megcsonkításra gondolni. Tisztelt emlékezők, a világháború befejezték a magyar nemzet, mint egy jelentékeny európai nagyhatalom egyik alkotó tényezője a gazdasági fellendülés útján járt. A boldog békeidőkben ünnepeltük a millenniumot, hazánk 1000 éves történelmét. Épült, gazdagodott az ország. Persze voltak hibáink is, miért ne lettek volna. Ha Mikszátot olvasunk, ezeket a hibákat is látjuk. De a balsorsunk fő okozója az elszigeteltség volt, ami történelmi örökségként jelent meg, hiszen a kuruckor óta nem volt független külpolitikánk, nem voltunk közvetlen kontaktusban a világpolitikával, csak a Bécsi udvaron keresztül, hol kisebb, hol nagyobb beleszólással. A nagy világégésben úgy vesztettünk, hogy egyetlen ellenséges nemzet katonája sem állt 1000 éves határainkon belül. Mindannyian tudjuk, hogy a belső forradalmak
főleg a tanácsköztársaság, a környező szláv államok hatékonyabb propagandája és a győztesek bosszúvágya vezetett el oda, hogy a párizsi béketárgyalások valójában nem tárgyalások voltak. Legalábbis nem a háborúban vesztes felek számára, hanem egy békediktátum előkészítésére összehívott konferencia volt. Ha valaki átlapozza azokat a dokumentumokat, azokat a forrásokat, amelyeket a magyar békedelegáció Párizsba vitt, megemlítem, hogy kik voltak a tagjai, Aponyi Albert, aki 5 nyelven mondta el beszédét, angolul, németül, majd olaszul is, és olyan érveket sorakoztatott föl, amely a magyar államiság 1000 éves eszméjét mondták el. De ott volt Teleki Pál, későbbi miniszterelnök, aki vitte a híres vörös térképet. Tudják, az a vörös térkép vörössel jelölte a magyarok etnikumi arányát a Kárpát-medencében. És a Kárpát-medencében jól lehetett látni, ugyan Erdélyben már nem volt teljesen összefüggően piros, hiszen Mátyás óta román jobbágyokat hívtak be a 16. századtól munkaerőhiány miatt. Ugye milyen ismerő szó ez ma már, hogy munkaerőhiány miatt, és ezért azok az idegenek, románok és más népek úgy gondozták a földjüket, mintha sajátjuk lett volna. És 1920 volt az a pillanat, amikor elrabolták tőlünk Erdélyt, a Felvidéket, Kárpátalját, a Délvidéket, Burgenlandot, a Muraközt, az Őrvidéket és azokat a részeket, ahol magyarok, Bácskabánát, ugye a Délvidék részei, ahol magyarok éltek és boldogultak. De ott volt az a Bethlen István is, aki később 1921 és 31 között Magyarország miniszterelnöke lett, és Magyarországot újra rátette a térképre, gazdasági fellendülés volt, egészen a gazdasági világválságig, és Magyarország egy középhatalom szintjén újra beleszólhatott az európai politikába. Ha ennek a dokumentációnak, amelyet a magyar békedelegáció vitt Párizsba, pontosabban Versailles-ba, csak a tizedét felhasználtuk volna a boldog békeidőkben, ha ennek a hatalmas anyagnak csak a tizedéről tud a nyugati országok közvéleménye, mert semmit nem tudtak, akkor valószínűleg soha nem történik meg Trianon ebben a formájában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt emlékezők! Most, közel 100 évvel később nem követhetjük el ugyanazt a hibát. Kevesen gondolnak bele, hogy a Trianon és a magyarság majdnem kisebbségbe kerülése a Kárpát-medencén belül a bizonyos belső migrációnak volt köszönhető. Amikor a tatárjárást, a törökvést, a háborúkat követően nem volt elég munkáskéz, akkor mindig idegen nemzetiségű, idegen kultúrájú népeket hívtunk az országba. Ahogy említettem, ezek a népek megsokasodtak, és lassanként sajátjukként kezdték érezni a megművelésre kapott földet. Nem követhetjük el a 21. században ugyanezt a hibát. Mi tudjuk, hogy milyen hibát követnek el a nyugati hatalmak, ők még nem. Ezért emeltük fel eddig is, és emeljük fel szavunkat ezután is a migráció ellen. Mert a következő szint már nem Trianon lesz Európa számára, hanem az, hogy kisebbségben maradunk saját kontinensünkön. Kulturálisan, vallásunkban, etikai normáinkban. Most van itt az idő, hogy szóljunk, mert később már nem szólhatunk. Ha mások képtelenek megvédeni hazájukat, lelkük rajta. De mi meg fogjuk védeni a sajátunkat, mert mi magyarok már tudjuk, milyen az, ha kisebbségbe kerülünk saját országunkban, saját szülőföldünkön. Tisztelt emlékezők! Trianon megtörtént, a határokat átrajzolták, az országot feldarabolták, elválaszthattak bennünket egymástól,
de szétszakítani nem tudtak. 99 év telt el fájdalommal és igazságtalansággal. De megmaradtunk. És mindent meg kell tennünk, hogy egyben tartsuk a magyar nemzetet. Szerencsére a 20. század viharai már elmúltak, és a határok átjárhatóbbá lettek. Úgy gondolom, hogy a nemzet egyben tartásáért még nem tettünk annyit, mint 2010 óta. Miért mondom ezt? A kettős állampolgárság megszavazásával, az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével lehetővé tettük, hogy határon túli honfitársaink nem csak lélekben érezhessék az együvé tartozást, hanem erről kézzelfogható dokumentumok is lehessen. Megszűnt tehát a határon túli magyar fogalom, csak egy és oszhatatlan magyarság él a Kárpát-medencében és szerte a világon. Kultúránkban, nyelvünkben él az összetartozás élménye, és ez az élmény, ez az érzés az államhatároknál nem áll meg. Tudjuk, az összetartozás szempontjából nem az ország fizikai határai számítanak. Megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élen jár a honosítási eljárásokban. Ami nem véletlen, hiszen olyan határmegye vagyunk, amely mindig próbálta őrizni, fejleszteni a határon átívelő gazdasági és kulturális kapcsolatokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Trianont sosem szabad elfelednünk. Örök mementónak kell lenni arra, hogy egy nemzettel történhetnek katasztrófák, de bármilyen katasztrófa történik is, ha egy nemzetnek tartása van, ereje van, s tud egy célért cselekedni, akkor talpra tud állni. Erőt kell merítenünk a 20. század kudarcaiból, a saját utunkat kell járni, a magyarok akaratát kell követni, és a 21. századi kihívásokra helyes válaszokat kell adni. Tisztelt emlékezők, ez a mai nap itt, Tiszavasváriban legyen a magyarok új akaratának napja, mert nekünk arra van szükségünk, hogy felörlődés helyett megújuljunk, megerősödjünk, és új távlatokat nyissunk egy jobb élethez. Hajtsunk fejet Trianon előtt, emlékezzünk a Nemzeti Összetartozás napjára, mert mi magyarok egy vérből valók vagyunk. Köszönöm szépen! Köszönöm képviselő úr szavait. Tisztelt emlékezők, kérem fogadják szeretettel Girincsi Márton zenés megemlékezését, aki a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulója. Előadásában Balassa Sándor három művét és Alexander Tanzman egy-egy darabját hallhatják.
Hölgyeim és uraim, koszorúzás következik, kérem önöket, helyezzék el az emlékezés virágait. Thank you.